Hasonló mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és íve itt vagyunk egy következő videóban, és most ebben a videóban nem más lesz, mint a falusiaknak a gyémánt faluját, bunkerjét, titkos bázisát, vagy valami ilyesmit fogunk megkeresni a Minecraftban. Szóval, hogy tetszik ez az ötlet, akkor már most dobjátok egy lájkot a videóra, és akkor vágjunk is bele. Nos, itt tart velem ugye át Kis, hello Kis, és itt van a csezze nekünk kaja, és egy iránytű, ami majd jelzi nekünk az utunkat. Szóval, elsősorban nem tudom, hogy vágjak-e fát, vagy bármilyen, azért szerintem csak fogok majd ott valami cuccot találni, ki kéne jönni elsősorban a partra, mert itt kezdtünk a izé tó közepén, Kis is jön közben, ő is azért tud nagyjából úszni, ó, egy kicsit, ahogy látom, halk vagyok, akkor feljebb veszem a hangot, na, így már talán egy kicsit jobb lesz, na, szóval akkor kezdjünk is bele, és menjünk is szerintem akkor abba az irányba, cuzziütéssel most nem nagyon fogok foglalkozni, meg ilyenek, mert, ja, és srácok, annyit el szeretnék mondani, hogy lehet, hogy hamarosan majd leszek közönség találkozom, ez még nem biztos, szóval írjátok le a kommentbe, hogyha Budapesten lenne egy közönség találkozom, akkor mennyien jönnétek el. Nem tudom, hogy mennyien laktok úgymond így, tényleg Budapesthez közel. Ez tőletek függ, hogy mennyien tudnátok majd így erre esetleg eljönni, meg ilyenek. Na! Szóval akkor menjünk is szépen az irányba, ahova nekünk mennünk kéne, és nézzük meg, hogy merre mit fogunk vajon találni, és egyáltalán hogy lesz. Úristen, ott már látom is a gyémánt házas tetőket, vagy valamilyen gyémánt tömbös dolgokat. Uram atyám, jaj. Hú, na jó, direkt így megyek, hogy ne nagyon lássam, és inkább meglepetés legyen. Hú, na jó van. Hú, készen álltok? Nagyon remélem, hogy készen álltok. 3, 2, 1 és... úristen. Úristen, egy egész gyémánt falu. Jaj. Egy óriási gyémánt falu, srácok. Jó, megpróbáljuk akkor szépen valahogy megközelíteni, lehetőleg békésen. Nem tudom, hogy mennyi falusi lesz vajon itt egyáltalán, vagy kik lesznek itt. Ha majd körbenézünk szépen, nem nagyon látok viszont egyelőre senkit. De elég érdekes falu, hogyha nem nagyon vannak benne falusiak, vagy lehet, hogy bujkálnak, vagy nem tudom. Na mindegy, hát nagyon gyémántságkönyöm nincsen, szóval így cuccokat, aha, itt vannak a izébe, házakba. Hello, sziasztok, nem akarok zavarni meg semmi. Milyen bedesz már ez a falu? Na! Valami cucc nincs esetleg elrejtve, valami gyémánt sárkány. Ó, itt van egy kovács. Talán a kovácsnál lesz valami értékes. Ó, itt van egy gyémánt sapka. Na! Királyság. Kis amúgy mennyire aranyosan mindig követ minket, tök menő. A kútba valami? A kútba? Aha, a kútba mindig szokott lenni, de... Aj, nem, már nem tudom magamat felépteni. Jó, szerek egy kis földet, amivel majd felbírom magamat építeni, hogyha lemegyek a kútba. Most már okosan csinálom, nem úgy, hogy lent ragadjak meg ilyenek. Jó, nagyon jó, és gyémánt csizma, királyság, na. Egyre jobb cuccaink vannak, nagyon jó. Na, hát átnézzem még a izéket. A templomban mindig szokott lenni cucc, ide fel is megyek gyors. Itt mindig szokott lenni cucc, így is van. Itt van ópialma. Huha, aha, ott is ott van egy. Jó, oda szépen gyors átugrunk. És jó, milyen belesz gyémánt kard. Jó, a háztetőkön általában csak 2 szokott lenni. Az a fa, az mennyire menő néz már ki. Gyémánt fa. Jó, akkor én a maradék házat végignézem. Remélem, hogy sikerrel találok valami normális cuccot, közben kajálunk azért, hogy ne nagyon halljunk meg. Eléggé királyul néz ki ez a gyémánt falu. Az eléggé szívesen szétbányásztam az egészet, de nem akarok annyira gonosz lenni szegény hát gazdag falusiakkal, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt. Azért komoly, ilyen faluk is léteznek, hát nem tudtam, de most már tudjuk. Na, igen, erre voltam. Még kéne nekem egy melles, meg egy naci. Itt nincsen semmi. Itt szintúgy nincsen semmi, jó, akkor megyünk szépen erre tovább. Sziasztok, itt sincs nagyon semmi. És itt sincs nagyon semmi. Itt talán mennyi ézé van már, srácok? Mennyire sok ilyen kis házacska van, de egyikben sem nagyon volt semmi különös. Itt biztos, hogy lesz. Aha, jó, oké, tudtam. Gyémánnadrág, nagyon jó. És a túloldalban mi, hogy itt lesz a melles. Úgy tudtam! Ennyire easy! Na, megvagyunk a diaszettel. Hát gyémántokat nem nagyon találtunk, hogy tudjunk gyémánt házakból bányászni egy kis gyémántot, legalább így a sarkukból, ahol nem nagyon fogják észrevenni, hogy valami. Szóval, nem tudom, kéne találnom talán egy vas sárkányt, vagy fogalmam sincs, hogy kéne ezt megoldanom.
Nincsen valami falusi, akivel... Na, ott van valami érdekes falusi. Hello, szia! Mit csinálsz? Ez full random, bement a izébe, templomba. Hello! Szia! Én most érkeztem ebbe a faluba, és csak átutazóba vagyok, hogyha mondhatom így. Körbe akarok nézni ebbe a faluba, vagy nem tudom, nincs jöttek kölcsön egy gyémántsákányod? Hello, te mégis, mit képzelsz? Nem tudom, itt volt egy falu, és gondoltam, hogy bejövök. Nem adok kölcsönt. Nem kölcsönt, csak egy kis gyémántsákányt akarok, és adok mondjuk, nem tudom, 8, van 8 ópialmán, vagy valami. Ezt most találtam a faluban. Ide nem jöhetsz be, csak úgy. Miért ne jöhetnék be? Itt, ez a Minecraft, itt én bárhol bemehetek, mert itt én vagyok a játékos szerintem, vagy nem tudom. Srácok, én nem tudom, hogy miért tényleg mindenki. Ez csak kizárólag a gazdag emberek, vagy mi? Itt csak kizárólag a gazdag emberek lakhatnak. Én nem lakok itt. Én nem is azért jöttem ide, hogy lakjak, én csak ide jöttem körbenézni. Ez nem, egyetlen nem a itt lakásról szól, én csak ide bejöttem, gondolom. Na, figyelj, tényleg nem akarom az időt húzni. Adsz gyémántsákányt, vagy nem adsz? Csak gazdagok tartózkodhatnak itt. Aha. Hát én is gazdag vagyok, biztos. Nem kap semmit, mennyi minden. Csak egy gyémántsákányt, cseréljünk, nem is akarom, csak cseréljünk. Kapsz egy gyémánt melvértet, ez többet ér, mint egy csákány. Akkor bizonyítsd, hány diatömböd van? Hát, van 3 földblokkom. Ja, Istenem. Ja, ez vicces volt. Na, ez most kizárólag most egyszer, végre az életben, egyszer egyetértek egy falusról, hogy ez vicces volt. Na, szóval, akkor Léci, egy gyémánt csákányt, akkor most utoljára felszólítlak. Távozz. Távozz te! Ez van az én falum. Haha, látod, nekem van kutyám, neked nincs. Mielőtt bajod lenne? Itt max neked lesz bajod. Inkább adj egy gyémánt csákányt végre, nem viszem el. Jó, akkor keresünk egy vassákányt, vagy valami. Haló? Jaj, nem áll. Most PvP-zni akarsz? Hagyj el már békén! Én nem akarok PvP-zni. Hagyjuk, jó? Nem kell itt tényleg a vitát csinálni, meg semmi. Figyelj, te piszok. Figyelek. Várjatok, kistak kollégát bezárom szokásosan. Gyere kis, takarodj. Hát, hagyjál már. Na, gyors kis, ide bezárjuk. Így is van, hogy őt ugye ne tudja nagyon megütni. Kis, majd visszajövök, érted? Mit mondasz? Hát, te takarodj. Menj innen. Vagy adjál... Ne! Ó, Istenem, megdobta a kutyámat és gratulálok. Na jó van! Ölni kell, srácok! Akkor véget, hát neked lesz véged még mindig. Ó, Istenem, hogy miért kell mindig ezt tolnunk? Ne már! Kis, hogy jöttél ki? Uramatyám! Ne! Várjál, szünet! Stop! Stop! Azért az állatokat nem bántjuk. Hogy jöttél ki, kis? Ó, Istenem. Egy kis pihenő! És utána a kocsodat is megöljük. Hagyd békén a kutyámat! Ne, és ne beszélj így róla. Na, Istenem, srácok, hogy jött ki kis? Miért jöttél ki kis? Na, Istenem, jó, zárjuk be. Na, menjél vissza. Menjél vissza, nem akarom, hogy bajod essen. Jó, oké. Na, így is van. Na, a kutyámat szépen kerüld el! Aj, na jó van. Ők meg, gyerünk. Elegem van. Még ő is lekorcsozta a szegény kutyámat. Na, jó van, együnk be még egy OP-t. Ne hiazgassál már! Na, ez az, gyerünk szépen PvP-zni. Hú, öljük meg! Gyerünk! Gyerünk, na most legyél bátor! Most legyél bátor, és ne akkor, amikor nem PvP-zel meg ilyenek. Jó, gyerünk. Gyenge vagy, te vagy a gyenge, nem azért mondom, ideig alig bírt engem megütni. Hála estél, jó, üssük, ne! Gyere ide vissza! Gyere, hogyha bátor vagy! Gyere ide! Na, gyere le! Gyere le, hogyha bátor vagy, na gyerünk! Gyerünk, menj! Magára dobta a méregpotit, kiégek. Menj oda le! Gyerünk! Menj le a bányába, ott csináljuk, ott folytassuk! Félsz, Istenem. Félős! Ennyi vagy! Félős! De jó vagy! Jaj, Istenem. Jaj! Hagyd már ezt abba! Normális Rymart ellenem, nem értem, miért kell mindig ezeket a izéket csinálni, hogy tűzbombákat lövelnek ki, meg nem tudom, miket csinálnak. Hagyjál végén, én csak normálisan tényleg próbáltam hozzáállni a dolgokhoz, csak átutazóba itt lenni, de te egyből itt nekem támadsz, hogy izé, csóró vagyok, meg ilyenek. Volt földlokkom, meg van egy kutyám. Gazdagabb vagyok mindennél, ennyi. De gyerünk. Jó, most már tényleg meg kéne ölni. Gyerünk, srácok, PvP-zzük szét a srácot. PvP-zzük szét, na, add fel, figyelj, megadom az esélyt, dobd el a fegyvert, gyerünk. Dobd el a fegyvert, soha. Ó, Istenem, nem akarlak megölni. Mondom, Léci, csak dobd el a fegyvert. Figyelj, és akkor túléled, és békén adjuk egymást, na? Gyerünk, dobd el! Na, oké, ez az.
Hú, ez az, nem kellett megölnünk végre valakit. Haj, de utalom mindig, amikor izé. Mindig, amikor itt keménykednek, meg ilyenek. Na, ide figyelj! Jó fádom, tegy össze. Na, nem akarok mások egy kis ideig itt lenni a faluban, jó? És adj egy gyémántsárkányt, léci. Erős voltál, köszi. Na. De is jó voltál, amúgy meg minden. Megkaphatod, tessék itt a gyémánt szettet. Tartsd meg, nekem nem kellene ilyenek. Egy izét kérek, egy gyémántsárkányt adj kölcsön, és majd visszaadom. Gratulálok, bizonyítottad, hogy itt a helyed. Hát, ja, igen, ilyesmi. Adj egy gyémántsárkányt, léci. Léci, léci, köszi. Na, nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Na, hogyha nem haragszol meg, akkor a, mit tudom én, a kerteket szétszedem, mert igazából itt nagyon nincsen semmi. Srácok, easy, szívesen én léptem, szia, csácsá. Srácok, easy, mert szét tudtuk szedni a izét. A srácot, és még a szerencsén még a végén még fel is adta úgymond magát. Kis akkor szerintem engedjük is ki. És srácok, hát akkor én tudok legalább így gyűjtögetni, itt is lakhatsz akár. Hát nem akarok ilyen nagyon nagy gyémánt cuccokba lakni. Mindegy, srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltok velem ebben a videóban, hogy tetszett, dobjatok egy like-ot, és iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb, és sziasztok!